A forduló előtt a hatodik helyen álló Vác ellen az első perctől kezdve támadólag lépett fel a Kisvárda, de nagyon sokáig nem talált fogást a fegyelmezetten futballozó vendégeken Kondás Elemér csapata. Az első félidőben főként a mezőnyben folyt a játék, de azért akadtak hazai lehetőségek. A 31. percben egy jobboldali beadást követően Lukás fejéről csúszott a kapu mellé a labda, majd közvetlenül a szünet előtt 19 méterről Ilics bombázott a kapu fölé. Az 56. percben megszerezte a vezetést a házigazda, Ilics baloldali beadásába Vári csúsztatott bele, a labda pedig a Váci kapu baloldalában kötött ki. A folytatásban valamivel bátrabb lett a Vác, de a kapuk továbbra sem forogtak veszélyben. A hosszabbításban Zöldesinek azért még védeni kellett egy nagyot ahhoz, hogy a Kisvárda megszerezze a számára nagyon fontos három bajnoki pontot. Nagyon nehéz talajú pályán játszottunk egy jó ellenféllel. Nagyon sokat kellett tenni, sokat kellett dolgozni azért, hogy meg tudjuk nyerni ezt a mai találkozót. Tettek is érte a játékosok rengeteget, de az ellenfelünket is dicséret illeti, mert amikor megvolt a labda, akkor nagyon szervezetten és jól futballoztak, és azért ez emeli a győzelmünk értékét, hogy egy jó Vácot sikerült legyőznünk a mai napon, egy nagyon értékes győzelmet aratva ezzel. A Váciak vezetőedzője Nagy Tibor a vereség ellenére is büszke volt játékosaira. Úgy gondolom, hogy nagyon becsületesen játszottunk, megtettünk mindent azért, hogy sikerüljön pontot szerezni. Ugye nálunk hozzá kell tenni, hogy ugye mi ugye 7 nap alatt 3 meccset játszunk, nekünk a keretünk 15 főből áll, amiből 7 fiatal van, tehát ezt nagyon nehéz így végigcsinálni. Ugye konkrétan az első sorból, az első 4 támadóból 3-an már nincsenek, vagy sérülés, vagy eltiltások miatt, és azért is vagyok büszke a srácokra, hogy így, hogy ennyi fiatallal sikerült egy szoros eredményt elérnünk egy jó Kisvárda ellen. A forduló további eredményei a következők: Moson-Magyaróvár Budaörs 1-1, Grosics Akadémia Soroksár 2-0, Sopron Nyíregyháza Spartakus 4-5, Kazincbarcika Gyirmód 2-3, Győr Budafok 2-1, Zalaegerszeg Szolnok 2-3, Siófok Békés Csaba 1-2, Csákvár Cegléd 2-0 és MTK Budapest Dorog 0-0. A tabella élén az MTK áll 65 ponttal, megelőzve az 54 pontos Kisvárdát és a 45 pontos Nyíregyháza Spartakuszt. A Kisvárda a következő fordulóban Szolnokon lép pályára.